Istenünk, köszönjük neked, hogy életünk akár földi időszámítását, akár mennyei időszámítását tekintve eljuthatunk olyan határkövekhez, amikor megállva visszatekinthetünk, és rácsodálkozhatunk arra a kegyelemre, amely felöleli az életünket. Köszönjük, hogy ma is ezt tehetjük, amikor testvéreink emlékeznek a megtett útra. Kérünk téged, hogy áld meg délutánunkat, szólíts meg bennünket, add, hogy hadd erősödjön bennünk az elkötelezettség, az odaszánás, mert téged szolgálni érdemes. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy Isten, néked zeng az ének, mert hol van más oly Isten, mint te vagy? Így kezdődik 25. énekünk. 25. énekünket énekeljük. Kedves gyülekezet, ma délután igénket Hóseás próféta könyvéből olvassuk a 11. fejezetből, az első 11 vers alapján. Tehát Hóseás próféta könyvének 11. fejezetéből, az első verstől kezdjük olvasni Istenünk igéjét. Az ige olvasása után majd Hegyi László testvért kérem imádságra. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Emberi kötelékkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik. Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyver pusztít városaiban,
véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népen megrögzötten elfordult tőlem, hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Hogyan adnálak oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Cebúimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. Az Urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, s ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba, így szól az Úr. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, hálás a szívünk a megnyitott szentírásért, hálás a szívünk igéd üzenetéért. Urunk, az üzenet nem hagy minket békén, mert egészen mélyen a szívekig és a veséig behatol szavad világossága, szívünk sötétségébe is. Add a mai napon, hogy mindazt az üzenetet, amelyet számunkra tartogattál, azt nyitott szívvel tudjuk fogadni, fiad Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, ahogy már gyülekezetünkben ez elég régóta hagyomány, minden év adventjén megemlékezünk a bemerítési évfordulósokról. Így történik ez ma is. Köszöntöm szeretettel azokat, akik ennek kapcsán érkeztek most a gyülekezetünkbe. Visszaérkeztek Rákoshegyről akár, vagy visszaérkeztek Pirisről erre az alkalomra. Testvérek életére a Jóisten áldását kívánjuk. Most az énekkart hallgatjuk meg, azt követően majd Váradi Timea és ifjabb László Gábor mond verset, majd Cseri Zsolt mond verset, és a férfi testvérek énekét hallgatjuk meg.
Bocsánat, összekevertem a sorrendet. Akkor most már elmondom a verset, hogyha nem probléma. Lukácsi Vilma, Advent. Ünnepváró ködök mélyén négy apró gyertyalángja fénye vibrál. Embert keres a fény magának, hogy megtalálja, elindult már. Vigyázzatok a kis gyertyákra, a lángot el ne oltsa szél. Támasszatok az égnek létrát, készítsétek az Úrnak útját, mire ideér. Lukácsi Vilma eljön. A sötétben ívet húz a fény, megremegnek a csillagok. Az embervilág vajúdó ölén átvonaglik a legnagyobb titok, hogy eljött egyszer. Jászolágyba fektették, mint kisdedet, de eljön egyszer dicsőségben az égigérő hit lépcsőjén a földigérő szeretet. Férfi testvérek énekét követően Debreceni Istvánné bizonyságtétele következik, a zenekar szolgál, majd Pintácsiné Vaskó Zsuzsanna mond verset.
Abban a reményben jöttem ide most, hogy ő véd engem, mert megmondom őszintén, hogy kicsit nehéz témát adott az Úr, a szívemre helyezett, hogy miről tegyek bizonyságot, és hát a Klárikának megnehezítettem egy kicsit a helyzetét, mert vissza akartam mondani. De aztán arra gondoltam, hogy amit az Úr a szívemre helyezett, azért elmondom a testvéreknek. Mi az a bizonyságtétel? Hát bizonyságtétel, valaki azt mondta, hogy az a bizonyságtétel, amikor az egyik koldus megmutatja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. És ebben nagyon sok igazság van. De ha mi már megkaptuk az élő kenyeret, mi már nem vagyunk koldusok, mi Isten gyermekei vagyunk. De nem is erről akartam beszélni, hanem arról, hogy a megbocsátásról. Tavasz folyamán a Szépkorú klubban a megbocsátásról beszéltem, azt már testvéreknek itt elmondtam, hogy milyen kellemes megtapasztalásaim voltak. Úgy éreztem, hogy nekem most olyan szép, csendes mederbe folyik az életem, senkire nem haragszom, senkivel nincs semmi gondom, és olyan jó visszajelzést kaptam az egyik klubtársamtól, de a másiktól meg azt kaptam telefonba, hogy van valami ica az életemben, amit soha nem tudok megbocsátani. És akkor én arra gondoltam, hogy fú, de kemény ez az asszony, hát meg kell bocsátani. Na akkor az ördög azért tett arról, hogy értek engem megbántások. Olyan brutális megbántások értek, hogy én soha talán ilyeneket nem is kaptam. És akkor nagyon haragudtam. Hiába tudtam azt az ígét, hogy le ne menjen a nap a ti haragotokkal. Én nagyon sokáig tudtam haragudni. És van egy időpont éjszaka, amikor szép koromnál fogva nem tudok aludni, és ezt az időpontot nem kapkodok be se nyugtatót, se altatót, hanem ez az időszak nekem az Úrral való belső párbeszéd időszaka. És elpanaszoltam az Úrnak, hogy Uram, hát te sokkal jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Hát te így tudod azt, hogy engem teljesen alaptalanul bántottak ennyire meg. És hát sok éjszakán át így tusakodtam, imádkoztam, és azt mondta az Úr, hát gyermekem, kezdjél el imádkozni azokért, akik téged megbántottak. És elkezdtem imádkozni, és valóban éreztem, ez egy hosszú folyamat tulajdonképpen, de nem lehet a röviden, hogy na most eddig könnyű azt mondani, hogy én nem haragszom senkire, én megbocsátottam mindenkinek, de belül nem így zajlott. És a jó Isten rávezetett, hogy imádkozz, és így szép lassan. De aztán kaptam még egy megbántást, és az nagyon-nagyon fájt. Úgy éreztem, hogy ez a lelkemnek nagyon fáj. Én vártam valakitől egy biztató, vigasztaló szót, és helyette egészen mást kaptam. Ez borzasztóan fájt, és most hétfőn voltunk egy baráti körbe, rokoni körbe adventolni, négyen a testvériségből, itt a gyülekezetből. És nagyon kellemes beszélgetésünk volt, imádkozás, meg éneklés, és közben én elmondtam ott a baráti körbe testvéreimnek, hogy hát egy olyan megbántást kaptam, amit úgy nem váltam volna, és úgy részletesen elmondtam, de oda tettem a végére azt, hogy de már túl vagyok rajta. Erre az egyik kedves testvérnőm megfogta a kezemet, és azt mondta nekem, hogy Icám, te még nem vagy túl rajta, mert ha túl lennél rajta, akkor most nem mondtad volna el. És én nekem abba percbe, mint egy hályog lehullott a szememről, valami is azt mondtam, hogy ez az én testvérnőm, ennek a testvérnőmnek igaza van. És a jó Isten ezen a héten kimunkálta bennem azt, mert nagyon sokat foglalkoztam ezzel, hogy tulajdonképpen nem az betegít meg engem, meg bennünket, nem az, amit egy életen át már átéltünk, hanem az betegít meg, amihez mi mindig visszatérünk.
és hogy mindig visszatérünk, ez meggyengíti az életünket. És eszembe jutott még ennek kapcsán, hogy több évvel ezelőtt egy kedves testvérnőm a bizalmába fogadott, és elmondott egy, hogy őt XY mennyire megbántotta. És akkor, ahogy ő mesélte, eszembe jutott, hogy hú, hát fiatalasszony koromban nekem is volt egy ilyen, de még nagyobb megbántásom. És akkor a lehető legrosszabbat tettem, amit ma már tudok, hogy ez volt a lehető legrosszabb, hogy én a saját megbántásomat, ami olyan régen ért. És akkor eszembe jutott, mihez térek vissza? Évtizedekkel ezelőtt történt, és még mindig visszatérek. Hát milyen megbocsátás ez? Hát hogyha Jóisten így bocsátana meg nekem az én vétkeimet, akkor mi lenne velem? Úgyhogy én ezen a héten megharcoltam, és a Jóisten kimunkálta a szívembe, és nagyon-nagyon világosan, tisztán látom, ami azt hiszem a Máté evangélium 5 vagy 6. rész 15-16. Versében van megírva, hogyha én megbocsátom a testvéremnek a vétkét, akkor az Úr is megbocsát. De ha én nem bocsátok meg az én testvéremnek, akkor az Úr sem bocsát meg. Hát én kívánnám a testvéreknek, hogy az én élethelyzetemből tanuljanak, és ne legyünk olyanok, hogy akik úgy elspejzoljuk, vagy a polcba berakjuk, és akkor alkalomattán előszedjük a megbántásokat. Hanem kívánom, hogy mindannyian tudjunk őszintén, tisztán megbocsátani egymásnak. Köszönöm.
Lukácsi Vilma, adventi csend. Ő benne élünk, mozgunk és járunk. Mégis várjuk őt évről évre. Hitetlen hittel azért tud fájni magányos létünk érverése. Ő benne élünk, mozgunk és járunk, s nem ismerjük fel, ő kopog. Adventi csendben, figyelő csendben, halkan, ahogy a szív dobog. Az énekkart hallgatjuk meg, azt követően Szilágyi József testvér bizonyságtétele következik, majd újból a zenekart hallgatjuk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlevők gyülekezetet, a Rákos Csabai gyülekezetet. Talán egy kicsit azok nevében is beszélhetek most, akik elmentünk innen a 40 éves a jubileumunk, illetve 40 évvel ezelőtti bemerítésünk után. És kedves testvéreim, most csak bevezetőben hagyd mondjak annyit, hogy bár én is elmentem 31 néhány éve innen, de bennem még mindig Rákos Csabai szív dobog. És ezt Pilisen nem szoktam mondani mindig, de ezt én így érzem. És azt hiszem, hogy akárhányan növekedtünk itt fel ebből a gyülekezetben, azok a fiatalok, akik 40 évvel ezelőtt adtuk át az életünket az Úr Jézus Krisztusnak, 1974. augusztus 11-én, 11-en, november 3-án pedig Gedeon úgy mondta, most a délutáni órán, hogy a maradék, azok voltunk mi hárman, de 74-ben a lélek szele fújt itt Rákos Csabán. És ezt jó volt átélni. Jó volt nekünk itt, talán a Gedeonnal és Zsoltival és többiekkel is elmondhatom, hogy
áldás volt és öröm volt, hogy az Úr ide helyezett ebbe a gyülekezetbe, és itt nevekedhettünk föl, és olyan gyermekbibliai köri tanítókhoz járhatunk, mint a Jolánka néni, meg a Békefi néni. Ezeket soha nem fogjuk elfelejteni. Kedves testvéreim, ez itt van bennünk. 1974-ről beszélek én most, voltak ott a megbeszélésen, vagy beszélgetésen mások, akiknek más évfordulójuk volt. Én most erről a 40 évesről tudok beszélni. És kedves testvéreim, akik mi megtértünk akkor, és akik elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, talán néha nagyoknak tűntünk, de nem voltunk nagyok. Mi óriások vállán álltunk. És azok az óriások itt voltak ebben a gyülekezetben. Azokat az óriásokat talán úgy nevel, és emlékszek is, a helyükre is még, hogy hol ültek. Debrecen István bácsi valahol ott a basszusban, Ordasi bácsi ott lent, Bakó bácsi ott hátul valahol, ahol a Gedi ül most, Kiselek bácsi valahol itt a bal oldalon. Lehet, hogy kihagyok valakiket, nem szeretnék. Kedves testvéreim, ők voltak azok az óriások, akiknek mi a vállára állhattunk. És atyáink és szüleink voltak azok még, akiknek a vállára állhattunk. Akikkel betöltettük azt, ami akkor betöltetett. És egyetlen élőről és jelenlévőről hagy emlékezzek meg, aki példaképen volt mindig, még akkor is, amikor nem is tudta, Mihály Matyi bácsi, aki ül középen. Aki mint egy fékezhetetlen dízel mozdult bent a gyülekezetben, és vitte előre az ügyeket. Kis zenekart szervezett, nekünk pedig ezernyi munkája volt. Nagy zenekart vezetett, énekkart vezetett, építést vezetett. Nem akarom tovább dicsérni. Majd a jó atya előtt. Kedves testvéreim, hadd mondjam el így tehát, hogy jó volt, áldás volt Rákos Csabainak lenni, és Rákos Csabaiként itt élni gyermekkoromat, gyermekkorunkat, és mindazokat az éveket, amiket itt leélhettünk. Valaki nemrégiben, itt a gyülekezet, úgy látom, nincs itt most, elmondhatom, megkérdezte tőlem, hogy Józsi, te jársz egyáltalán ima a házba? És hát akkor egy néhány szóval válaszoltam, és igen, járok. És innen a Rákos Csabai alapokkal én Pilisre kerültem, és ott Isten nem sokára kiemelt egy szolgálatra, egy fontos szolgálatra, amelyet azóta is betöltök az ő erejéből és kegyelméből. De kellettek hozzá azok az alapok, amiket itt szereztem ebben a gyülekezetben és ebben a közösségben. Hála legyen érte mindenkinek, elsősorban Istennek, de mindenkinek, aki most is él itt ebben a gyülekezetben, és aki akkor élt. Kedves testvéreim, talán egy kis történetet, hogy mondjak így a vége felé, ami hát hozzásegít ahhoz, hogy végezzem és végezzük a munkánkat. Pontosan ez egy 40 éves történet. 1974. november 4-én, hát az most már gyásznap, akkor nem lehetett arról beszélni, de november 4-én reggel mentem az iskolába. A Váci úton volt az iskolám, és a Váci úton akkor még járt a villamos. És tele voltam a vasárnap élményeivel, tele voltam a vasárnap örömeivel. Hát én vasárnap itt a bemerítő medencében, és az azt követő délutánon is a menny előszobájában éltem. És éltünk, akik akkor ezt átéltük. És hirtelen, mint a leúztak volna egy függönyt, jött a hétfő reggel, és menni kellett az iskolába, azok közé, az osztálytársak közé, akik hát nem úgy viselkedtek, meg nem olyanok voltak, mint akik itt vasárnap körülvettek engem. Úgy éreztem, mint a pokolba tartanék. Nagyon rossz lelki állapotom volt ez miatt. És a villamos nyitott ajtajában álltam, szomorkodván ezen, szinte az Urat segítségül hívván, de még el se jutottam odáig,
Egyszer csak elhaladt mellettünk a 84-es busz, akkor még ilyen nagy csuklós buszok jártak Pesten, régiek biztos emlékeznek rá, aminek a hátuljában hát jó nagy hálóhely volt, és elhaladt lassan mellettünk, egész közel, és megjelent az ablakában, hogy így vonulunk, így a, ki az ablakra könyökölve, a Nemeshegyi Zoli, az akkori teológusunk. És ismeri mindenki Nemeshegyi Zolit, most bocsánat, most már Zoltán is tanár úr, akkor nekünk Zoli volt, és integetett nagy mosolyogva, szerbusz, integetett mosolyogva, és elvitte a busz. Azonnal rendbe jött minden. Azonnal rendbe jött, mert én úgy éreztem, hogy a jó atya most ide küldte a Nemeshegyi Zolit, az én miattam, hogy nekem nincsen egyet, hogy azzal a mosolyával betöltse a busznak az ablakát, és a mosolyából sugárzó szeretettel betöltse az én lelkemet. Hát, mint később kiderült, az újpesti uszodába igyekezett, akkor már, még akkor is jó dolguk volt a teológusoknak, nem tudom most, hogy van. De ő oda igyekezett, de a dolgát megtette azon a reggelen. Kedves testvéreim, azóta is sok élményt éltem át. Sok ilyet. Én ajánlom a testvéreknek, hogy legyünk egy-egy ilyen angyal. Nekem nagyon sokat jelent a Pilisen is, hogy bárhol máshol találkozok egy hívő testvérrel, vagy valakivel más egyházakból valókkal, akikkel jó kapcsolatunk van. Csak intünk egymásnak mosolyogva, ennyi az egész. És már jobb lett a napom, már szebb lett a napom, már erőt gyűjtöttem arra a napra. Kedves testvérem, lehet, hogy neked is csak ez a feladatod. Lehet, hogy nekem is csak egy-egy napra néha ez a feladatom. Lehet, hogy erre hívott el Isten erre ezen a napon éppen, hogy valakinek egy mosolyt küldjél. Vagy leülj mellé egy szóra, vagy fogd meg a kezét, van valami problémád, van valami bajod. Tudok veled együtt imádkozni. Kedves testvéreim, én kívánom ennek a gyülekezet minden tagjának, hogy éljük meg így a hívő életünket. Mint annak idején az óriások itt közöttünk, lehetünk mi kis emberei az Úr Jézus Krisztusnak, de így betöltve a küldetésünket, biztos, hogy üdvösségre jutunk. Nagyon nagy öröm számomra, hogy látok sok fiatalt ebben a gyülekezetben, és már ezt csak utoljára mondom el tényleg, 2 éve, azt hiszem, most 2 éve lesz, nálunk jártak László Gábor testvérrel az élükön, a 10 szűzet adták elő nálunk, és olyan elementáris erővel hatott a fiataloknak ez az előadása, hogy úgy éreztük, hogy ez tényleg szívből jön. Még az a kisterem ajtó berúgás is, amit a Csongor végzett, amire tudunk emlékezni, hogy bizony, bezáratik az ajtó így. Le is cseréltük azt az ajtót utána. De nem soká úgyis felújítás következett. Még abban is volt egy figyelmeztetés. Igen, így fog bezáratni az ajtó. Így fog bezáratni előtted és előttem. Kedves testvérem, legyünk készen, hogy bejussunk azon az ajtón. Isten áldja meg a gyülekezetet.
gyülekezet szeretném felolvasni azoknak a testvéreknek a nevét, akik gyülekezetünkben merítkeztek be valamikor, vagy más gyülekezetben merítkeztek be, de most tagjai a gyülekezetünknek és jubilánsok. 60 éve merítkezett be Becsei Ágnes testvérnünk Temesváron Szűcs Benedek által. Szintén 60 éve merítkezett be Debreceni Istvánné Györkönyben Jóföldi István testvér által. 1964-ben a előkészített irat szerint 6-an merítkeztek be itt Rákos Csabán a jubilánsaink közül, és mindannyiukat Békefi Pál testvér merítette be. Olvasom a leírás szerinti névsort: Békefi Emőke, Békefi Lászlóné, dr. Debreceni Ildikó, Kovács György, Mihály Lajosné, Pintácsiné Vaskó Zsuzsanna és Rük Sándorné. 40 éve merítkezett be a gyülekezetünkben, ahogy már Szilágyi József testvér utalt rá, Békefi Pál testvér által a következő testvérek a leírás szerint: dr. Debreceni Marian, Debreceni Helga, Holcerné Vince Zsuzsanna, Mikó Gedeon, Mihály Zsolt, Szilágyi Gertrúd, ifjabb Szilágyi József, ifjabb Szirmai Géza, Pál Valéria és Nagy Kornélia. Tóth Józsefné Nagy Kornélia testvérnünk, ő Kispesten merítkezett be, szintén ebben az évben, és őt édesapja dr. Nagy József lelkipásztor testvér merítette be. 1984-ben merítkezett be Mikó Gedeonné Cakó Zsófia, Szent Márton Kátán, az ő bemerítő lelkipásztora Jóföldi Gábor testvér volt. És 20 évvel ezelőtt Rákos Csabán egy szép bemerítési ünnep volt, 10 merítkeztek be. Nekem azért nevezetes ez az ünnep, mert akkor szolgáltam itt először teológus évek után Rákos Csabán. Révész László testvér merítette be a fiatalokat akkor, Kovács Anitát, Kovács Lászlót, Váradi Endréni Kovács Ildikót, Palotai Krisztiánt, Pál Mónikát, Radóni Mikó Juditot, Vasvári Viktóriát, Zolcsák Tamást, Mészáros Balást, dr. Mészáros Rékát, Cseli Zsoltot, és jól emlékszem, Kovács Ferencet. 2004-ben ketten vannak a bemerítési évfordulósok, Váradi Tima és ifjabb Lápszló Gábor merítkezett be 2004-ben. Istennek hála, hogy testvéreink meghallották akkor az Úr hívó szavát, hogy döntöttek mellette, hogy vállalták a hitük megpecsételését, és imádságunk, hogy mi is és mindannyian kegyelemből megtartassunk arra az időpontra, amikor majd meg kell állnunk a mi Istenünk előtt. Most az évfordulósok közül néhányan ide előre jönnek, és Füle Lajos négy sorosokat fognak elmondani, azt követően pedig majd együtt fognak énekelni. Kérem, hogy az énekléshez azok is jönjenek majd előre, akik Füle Lajos verset nem mondanak. Várjuk a kedves testvéreket. Itt elől kérjük, hogy tessék szívesen előre jönni, és itt elmondani a verset. Kedves gyülekezet, örvendek azonnak, egy nagy szép versszakot kaptam, méghozzá egy nyugtatót.
és ez az ének is, ami az előbb volt hangszerekkel, az is egy ír. A versszak így szól, közel az Úr, így hát nem vagyok magam, csak egy imádságnyi távolság van. Én nagyon szeretném, ha az Úr megengedi nekem azt, hogy ezeket a szavakat megértsem szívemből, lélekből, és úgy éljem. Az Úr adjon mindenkinek sok szeretetet, úgy, mint nekem is, hogy szeretem az Urat, bízok benne, hogy ő mindig meg fog segíteni, mindenekben, és mindig segített. Köszönöm szépen. Már nem rovom fel ellenem kivét, tűzre vetem a szálka gyűjteményt. Uram, ne büntes vétkeim miatt, vedd el szememből a gerendáimat. Király Bárs, hadvezér, sok jó és rossz is volt már. Nincs még egy ilyen úr, ki szolgáinak szolgál. Ha középen a Krisztus áll, s ha körülötte mi magunk, hozzá közel, egész közel, egymáshoz is közel vagyunk. Bízd rá magad csak úgy, mint ezelőtt. Újra kínál kegyelmet, meg erőt. Életed a kezébe veszi ő, Krisztusra néz, Krisztusban a jövő. A legnagyobb áldás, melyben Isten az embert részesíti, az, hogy elválasztja bűnétől. Ami nem szolgálja Isten dicsőítését, nem lehet áldására az embereknek. Isten nem a szerint méri adományainkat, amit adunk, hanem a szerint, amit visszatartunk. A hüvelyknyi adományt Isten rőffel viszonozza. Minden megtérés kész csoda, sorsod titok, misztérium. Rendelt helye a Golgota. Fogantatója a fiú. Ki a semmiből világot teremt, bűneimet megsemmissé teszi. Az én Uram csodálatos Isten, szent ámulással hódolok neki. Ha nem meleg, vagy nem elég egy gyertyaszál, mely benned ég, más fényre is nyiss ablakot. Sok gyertya ég, és egy csillag amott. Végül nem marad más, Jézus vagy Barabás, Isten vagy a világ. Válaszd Isten fiát. Énekelni fognak a mi testvéreink.
gyülekezet énekeskönyvünk 5. énekének az első versét énekeljük, amely így kezdődik, hogy az Úr légyen áldott, majd a 2. vershez csatlakozik a gyülekezet is, és az éneklése után majd Füri András testvért kérem, hogy adjon hálát a mi testvéreinkért, és imádkozzon értük. Tehát az 5. éneket éneklik a testvérek, és majd fennállva csatlakozunk a 2. verséhez. Jó Atyánk, hálás szívvel mondunk neked köszönetet mérhetetlen nagy kegyelmedért, szeretetedért, és azért, hogy te valóban nagy dolgokat tudsz véghez vinni az ember életében. A bűnös embert Jézus Krisztus által megváltott emberré, a te gyermekeddé tudod tenni. Magasztalunk ezért, és most különösen nagy hála van a szívünkben, hiszen szép számmal vannak testvéreink, akik ennek évfordulóját ünnepelték, ünnepelhettük együtt azt az utat, amit te veled tettek meg a keskeny úton. Uram, jó volt nekik visszaemlékezni, látjuk az ő szívükben a hálát, a köszönetet, és ugyanez munkálkodik a mi szívünkben is. Köszönjük, hogy megtartottad őket a te megmentő kegyelmed után, átélhették a megtartó kegyelmet, ha szükséges, akkor a te helyreállító kegyelmed is az övék lehet. Kérlek, Uram, vezess továbbra is az ő életüket, és tartsd meg őket hűségben, mindaddig, amíg a földi életüket tartod, amíg a végső találkozáshoz készülnek. De Uram, áld meg mindannyiunkat, az egész gyülekezetet, akik a tiéd vagyunk, és azokat is, akik még nem a tiéd, attól, hogy minél többen elfogadjanak, amikor ott állsz a szívek ajtaján, hiszen csak egyetlen út van, ami az életből az életbe, az örök életbe visz. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Igehirdetés előtt énekeljük Rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem kezdetű 236. énekünket. 236. énekünket énekeljük. Thank you.
bizonyságtételek nyomán, kedves gyülekezet, azt gondolhattuk, hogy magunk vagyunk. De nem igaz. Aki mondta, ő is tudja, hogy nem vagyunk magunk. Mármint, hogy Szilágyi József testvér azt mondta, hogy amit is most mondok, azt a pilisi gyülekezetben nem szoktam elmondani. Hát bizonyára pilisi testvérek hallották most, amit elmondott, és róla is tudjuk, hogy délelőtt is nézte az Isten tiszteletünknek a közvetítését, aztán ott van a világhálón, le se lehet törölni. Tehát nem úgy van ám sokszor, ahogy mi gondoljuk, hogy magunk vagyunk. Nem úgy van ám, hogy amit kigondolunk, ahogy összerakjuk a mi kis vonatkoztatási környezetünket, és megalkotjuk a teológiánkat, a véleményünket, és azt mondjuk, hogy ez így van, és ettől nem mozdulunk el, hogy ez így van. Mert mi sokszor nem számolunk azzal, amivel számolni kellene. Sőt, tovább folytatni van. Nem számolunk vele, akivel számolnunk kellene. A délelőtti alkalmunkon Hóseás proféta könyvének a 11. fejezetét olvastuk, az első egységét, most pedig az egészet. És Hóseás mondani valójára utalva, Isten igéje megerősítette bennünk azt a tényt, hogy a korabeli választott nép nagyon hűtlen volt az élő Istenhez. Úgy élték az életüket, mintha Isten nem hallaná, mit mondanak, mintha Isten nem látná, amit tesznek, mintha Istennek meg kellene elégedni azzal a hitformával, azzal a szeretettel, azzal az odaszánással, amit ők a maximumnak gondolnak. Amire vonatkozóan azt mondják, hogy ez pontosan elég nekünk, és biztos, hogy a jó Istennek is elég. És ebben a kis vonatkoztatási környezetben élték az életüket, és saját maguk tisztogatták a lelkiismeretüket. Saját maguk mentették fel egymást, nem kell azt olyan komolyan venni, jól van az úgy. Nem számít, ha egy kicsit a Baálhoz is jársz meg az élő Istenhez, a biztonsága fontos, hogy két lábon álljál. Ki tudja, miket mondtak még egymásnak. És a kis zárt világukban, ahol azok voltak a barátok, akik megerősítették a közös gondolatokat, ebben nem volt benne a jó Isten. És nem volt benne Istennek a bűnfogalma. Nem volt benne az, hogy Isten hogyan értékeli az embernek az életét. Testvérek, lehet egy ilyen kis kockába végigélni az embernek az életét, úgyhogy sose számol azzal, hogy a kockán kívül mi van? Lehet úgy élni az életünket, hogy sose gondolkozunk el azon, hogy Istennek mi a véleménye az életünkről? Sőt, azt mondjuk, hogy nincs is. Nem is foglalkozunk vele. El lehet így élni az embernek az életét? Élni igen, de meghalni nem. Sőt, élni se lehet így igazán. Mert ahol benne maradunk egy ilyen kicsi körben, egy ilyen gondolkodási sémában, egy ilyen értékrendben, amelyben nem fér bele a mindenható Isten, mi határoztuk meg a kerítést. Nevezzük ezt akár teológiának is, nevezzük akár szentírás értelmezésnek is, emberekhez való viszonynak, ahol mi alkottuk meg ezt, és mi cövekeltük le, ha nem fér bele a jó Isten, akkor nem ér semmit. Becsapás. Láttak már a testvérek gyerekeket főzni? Hogy néz ki például a gyermekeknél a kőleves? Tetszetek már ilyet enni? Elkészítik. Kis edényke, kotyvasztanak bele homokot, vizet, falevelet, lóherét, mindent belekevernek, és utána hozzák a szülőnek, és azt mondják, hogy apukám, egyél, főztem finom levest. Hát csak csinálunk vele valamit. De hogy sokszor az ember, amikor az életét alakítja, és nem számol a mindenható Istennel, ilyen kis leveskét főzünk magunknak. Aztán nem bírjuk megenni. Aztán, ha mégis megbírjuk enni, akkor csak saját magunkat tápláljuk, és nem tudjuk, hogy hogyan tovább. És aztán jön a próféta Hóseás, és azt mondja, hogy én népem nem úgy van. Nem úgy van, hogy nyugodtan eljárhattok a bálványokhoz, nem úgy van, hogy hiába hívogatlak benneteket, nem mozdultok, nem jöttek hozzám közelebb, nem úgy van, hogy én megelégszem annyi szeretettel, mert az a maximum, nem úgy van én népem. És a próféta megrázza ezt a népet, nem úgy van. Hallgassátok meg az Istennek a szavát. És
Testvérek, amikor az ember életében úgy először a saját kis gondolatvilágán kívülről beérkezik az a másik, az a teljes igazság, ahol Isten mond véleményt az ember életéről, ő határozza meg az ember és a közte való viszonyt, az élet értelmét, az értékeket, akkor az ember számára ez olyan, hogy amikor kimegyünk egy sötét szobából a szikrázó havastájra, mostanában nem nagyon aratik ez meg nekünk, de kimegyünk, és akkor úgy mi is történik a szemünkkel? Hogy elkezd fájni a szemünk. Attól a fényességtől, attól a ragyogástól, mert egy sötét szobához voltunk szokva. De testvérek, akkor is ki kell nyitni az ajtót. Ki kell nyitni, mert az a valóság, az az isteni értékítélet és helyzetértékelés rólam, a gondolataimról, a világlátásomról, a Biblia értelmezésről, a hitéletemről, az az igazi. Ha csak magunk vagyunk, akkor tényleg játék az egész. És ha nagyon gúnyosan hangzik, akkor is azt kell mondani, hogy játék az egész. A próféta keményen szól. Elmondja Istennek az évődését. Egy nagyon keserű monológ ez. Mit csináljak az én népemmel? Nem számolnak velem. Nem szeretnek, nem jönnek hozzám. Mit csináljak velük? És mikor szinte már Isten kifogyna az eszközökből, és azt mondja, hogy nem mozdulnak, akkor azt mondja, hogy mennek Egyiptomba, jönnek az asszírok. Mit jelent ez? Ha nem fogadják el az enyémet, akkor majd megbüntetem őket. És Egyiptomba kerülni, meg Asszíriába kerülni, az nem kirándulás. Az életveszély, az vérveszteség, az a családoknak, a generációknak a halála. Mert úgy tűnik, hogy azt mondja Isten, hogy mert nem számoltatok velem, én most megmutatom, hogy vagyok. Én most megmutatom, hogy hozzám kellett volna fordulnatok, és megbüntetlek benneteket, mert van más világ azon kívül is, amit ti gondoltok, amit kizártatok, az létezik. Vajon mit történik akkor, testvérek, amikor a hamis emberi önelégült gondolkodásba úgy megérkezik teljes erővel az Isten cselekvése? Mi is történt a jeruzsálemi templommal, amiről azt gondolták, hogy olyan csodálatos, olyan szép. Annyi imádság van benne, annyi adomány van benne. Mutogatni való, hogy milyen szép. Mi történt ezzel a templommal, amikor a figyelmen kívül hagyott Isten egyszer csak beszól, beleszól a népnek az életébe, miután már a megváltót is elutasítják. Így mondja a Szentírás, hogy kő kövön nem marad. Ez az, amikor az Isten belép, fölülírja az emberi gondolkodásmódot, és megmutatja az önön létezését, és kijózanítja az embert. Isten a bűnt megbünteti. És ez igazságából fakad. És egy másik ilyen gondolkodásmód, szintén emberi, és figyelmen kívül hagyja az isteni gondolkodásmódot, amikor nem abba zárkózik be az ember, hogy nekem van igazam, és ez az igazság a teljes, hanem egy másik látásmódba zárkózik be az ember, hogy Isten megbünteti a bűnöst. És úgy, hogy a bűnös életével kapcsolatban nincsen kegyelem. És várhatjuk az áldás helyett az átkot, és nincsen kegyelem. Ekkor sem szabad, kedves gyülekezet, egy másik végletnek tűnik figyelmen kívül hagyni, hogy a mi gondolkodásunkon és jól megácsolt teológiai vélekedésen túl is van valami. És ahogy a hamis önértékelésen túl ott van az Isten igazsága, úgy a bűn és büntetés teológiáján túl néha más módon
úgy besugázik a kegyelem. Valami teljesen más. Milyen, nem bántani akarjuk őket, de milyen megrögzött ember az a Péter, aki háromszor is azt mondja, hogy Uram, én semmiképpen nem eszek a girisztákból, mindenfajta csúszómászóból. Hogy menjek én egy pogány századosnak a házába? Uram, én nem megyek, azoké nem a kegyelem, én sehova nem megyek. És milyen nehezen hiszik el a korabeli zsidó emberek azt, hogy a pogányoknak is adatik a kegyelem? Mert így lezárták a gondolkodásmódot. És nem értik. Hiába mondja nekik Jézus Lukács evangéliuma szerint a tékozló fiú példázatában, nem értik, hogy nem arról szól a történet, hogy az a másik ember milyen bűnös, és Isten hogy fogja megbocsátani, hanem arról szól a történet, hogy én nem tudtam kimenni, vagy nem tudtam a testvérelés, nem tudtam bemenni az örvendezőknek a házába, hanem ott tipródok kint. És nem értem a történetet, mert én nem ismerem ezt a fajta kegyelmet, mert én nem osztanék neki kegyelmet, hiszen bűnös, megérdemli. És ekkor pedig besugázik az Isten kegyelme. És megint olyan, mint amikor a sötétből kilépünk a szikrázó hóra, nem értjük és bántja a szemünket. De nem az a kérdés, hogy ez fáj-e nekünk, nem az a kérdés, hogy mi történik velünk, mert Isten igazsága ettől független. A kérdés, hogy mi készek vagyunk ehhez igazítani a szemünket, és ezt befogadni, és átvenni ezt. Azt olvastuk az ige szakaszban, hogy miután az ítéletnek a réme, a rombolásnak, a pusztításnak a réme felhangzik, akkor azt mondja Isten, hogy hogy adnálak titeket oda? És sorban megszólalnak a kegyelemnek az igéi. Nem másik embernek, nem másik időpontban, ugyanazoknak az embereknek. Hogy adnálak oda ére? Nagyon drága vagy. Nagyon szeretlek. És úgy tűnik, testvérek, hogy az Isten ítélete, igazságossága, amely csorbíthatatlan, most a tekintetben értendő, hogy még ezeknek az embereknek is megkegyelmez, és ad nekik még egy új esélyt, egy lehetőséget. Senki ne gondolja, hogy ilyen a mindenható Isten. Egyszer így, egyszer úgy. Szegény Jónás. Egy olyan torzisten képe alakult ki ennek az embernek, hogy nem értette, hogy mi történik. Elküldték őt, hogy mondjon ítéletet, most meg ott tücsörök kín, és nem következik be az ítélet. Nem értette, hogy a megtérőknek a mindenható Isten ad kegyelmet, és ad új életet. Nem azért van, testvérek, mert ilyen az Isten, hanem azért, mert nagyon-nagyon szereti az embert. És ahogy itt olvastuk a Szentírásban, hogy nem vagyok én ember, Isten nem bosszúálló abban az értelemben, hogy a bűnös embert el akarja taposni, hogy jó kedvét leli abban, hogy a bűnös embert megbünteti. Nem. Testvérek szoktak örülni akkor, amikor megverik a gyermeküket, hogy milyen erős voltam. Bocsánat, hogy ezt mondom, hogy megverik, adnak neki egy-két pofont, mert megérdemli. Szoktak örülni a testvérek, hogy na én vagyok a nagyobb. Vagy szoktak győzelemittasan tovább menni, hogy sikerült megfegyelmeznem a gyerekemet, és tombolnak még 2-3 hétig. Nem. A legtöbb szülőben, ha tükörben nézek, akkor is ilyet szoktam látni, mikor mégis ad a gyermekének valami fajta fegyelmezést, akkor utána meg attól fél, hogy nagyon elgyengülök, mert mindjárt azt mondja, hogy jaj, kisfiam, jaj, kislányom. És mintha visszakozás lenne, és szinte nem tudja az ember, hogy hol van a határ, mert tényleg elkapta az indulat, tényleg nevelni akarja, tényleg mondta neki, meg is talán fegyelmezte, aztán meg ott sajnálja, és azt mondja, hát az enyém, hát jól tettem-e, hogy csináljam tovább? Nem ember az Isten. Én szent vagyok, mondja ő. Tökéletes a szeretetében és az igazságában. És bár a proféták beszélnek róla, hogy bosszú álló, de ez nem az a bosszú álló, ahogy mi gondolkodunk a bosszúról. Megbünteti a bűnt kegyetlenül, de szánakozik az Isten a bűnösnek a halálán.
szánakozik azon, hogy a népét el kellett küldeni fogságba. Erről szólnak a proféta ígék. El kellett, mert nincs más esély. Mert így gondolkozik, hogy nincs Isten az én gondolkodásom szerint úgy, ahogy a valóságban van, hogy eltűri a bűnt. Meg kellett büntetni, hogy megnyíljon a szeme. De aztán pedig ott van, hogy mégis hogy is legyen a fogságban. Hogy azért ott van az én kezem veletek. Hogy elküldtem a prófétát, és küldi Ézsaiást vigasztalni a megbüntetett néphez. És azt mondja, gyertek vissza, várlak vissza benneteket. Testvérek, a szeretet és az igazság a mindenható Isten tökéletes lényében nem úgy van ám jelen, ahogy mi ezt elgondoljuk. Hogy magunk vagyunk, és azt gondoljuk, csak így van. Nem. Néha meg akar bennünket rázni, és azt mondja, hogy vedd ember komolyan, mert a bűn az bűn. Az is, amit te nem annak gondolsz, és térd meg, amíg van időd, mert meg foglak büntetni. Máskor meg akar bennünket rázni, ember. Hát szeretlek. Ember, van kegyelem. Várom, hogy megtérj. És néha nagyon nehéz nekünk testvérek kilépni ebből a gondolkodásunkból, amikor másról van szó. Más emberről van szó. De nehéz érteni, hogy annak is van kegyelem, akire haragszunk. De nehéz, hogy annak is van kegyelem, aki velünk szemben követett el bűnt. De van kegyelem, mert másképpen gondolkozik a mindenható Isten. Azt mondja itt a próféta, hogy majd ordít az oroszlán. És akkor jönnek nyugatról, jönnek Egyiptomból, jönnek Asszíriából. Kik is fognak visszajönni? A kegyelmi pillanat után jönnek a gyerekek. És bár arról van szó, hogy elfogom az ítélet miatt bizonyos mértékig pusztítani az országot. Száműzetésbe kell menni. De majd újból benépesítem, és jönnek. És mit is jelent ez a kifejezés, testvérek, hogy ordít az oroszlán, és ki merne ellene mondani? Mondjuk így a gyerekek nyelvén, hogy az oroszlán az állatoknak a királya. És ha elővölti magát, akkor csak a kezünket tehetjük fel, és szaladhatunk. Vagy legfeljebb engedelmeskedünk, ha esetleg kérne bennünket valamire. Nincs mese, ha ő mond valamit, ha elordítja magát, akkor nincs tovább. A testvérek, szinte nem lehet, hogy ne gondolkozzunk az Új és az Új Szövetség viszonyában, amikor ezt az igét olvassuk. Hiszen van egy júdabeli oroszlánunk, aki életét adta a világért. Aki áthúzta az embereknek a kegyelemről vallott véleményét, amely kizárt nációkat, amely kizárt kulturális kategóriákat, amely kizárt ellenségeket, áthúzta az egészet. És azt mondta, hogy mindenütt, mindenkinek van kegyelem. És a kegyelem egyszerűen annyi, hogy el kell fogadni a kegyelmet. Nem olcsó, de el kell fogadni. És testvérek, ki tudta a világtörténelme azóta, a júdabeli oroszlánnak a munkáját meggátolni. A meghalt és feltámadott Jézus Krisztusnak ki tudta a munkáját leállítani a világon, kegyelem közlését ki tudta megakadályozni. Ahogy nem tudták őt a sírfoglyává tenni. Ugye a Jézus Krisztusról szóló evangélium, hogy mondja Pál apostol az apostoli levélben, nincs bilincsbe zárva. Nem csak az nincs bilincsbe zárva, hogy beszélhetünk az evangéliumról. Az evangélium hatása, ereje, az sincs bilincsbe zárva. És testvérek, a mai időnkben is azt éljük meg, hogy hihetetlen határokat lép át az evangélium ereje. És ott kelnek ki a kegyelemnek a magvaiból az új életek, akikre nem is gondoltunk volna. Mert a kegyelem, amit a júdabeli oroszlán hozott el nekünk, azt műveli, hogy jönnek a fiak. Jönnek. És ezt senki nem tudja megakadályozni. Sem gazdaság, se politika, se filozófia, sem az emberi legyökerezett hitetlenség, sem az üldözések, sem az ördög munkája, ezt nem tudja megakadályozni. Mert ha az evangélium szól, az evangélium ereje megváltoztatja az embereket. És jönnek a kegyelem királyi székéhez. Mert nem úgy van,
ahogy az ember ezt gondolja. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, Isten hatalma, nagysága, végtelen kegyelme a mi életünkben is megteremheti, vagy már meg is teremte a gyümölcsét. Akik ismerjük a Szentírást, akik átéltük bűneinknek a bocsánatát, tudjuk, hogy a bűnbocsánatnak nagyon kemény ára van. És tudjuk, hogy ez a fajta belső örlődés, amiről itt Hóseás próféta beszél, ez valóságos. Mert Isten az ő kegyelmét és megint emberi gondolkodás nem úgy adja, hogy legyint egyet az ember bűnére. Nem úgy adja, hogy mi szoktuk mondani, hogy becsukjuk a szemünket, mert piros lámpán mentünk át, úgyse láttuk. Nem így van. A bűn az bűn. És érvényes az az első gondolkodás fölötti isteni igazságosság, amikor az ember ráeszmél arra, hogy tényleg bűn az, amiről én nem gondoltam. Bűn. Ez nem változott meg, és a két látásmód nem ellentétes egymással. Ugyanolyan nagy dolog a bűn, de ugyanolyan nagy árat fizetett Isten azért, hogy a mi bűneink megoldódjanak. Egy nagy titok, kedves gyülekezet, kibeszélhetetlen nagy titok, hogy mi történik a Gecsemáné kertjében. Amikor egyik oldalon ott van a fiú, és gyötrődik, és azt mondja az atyának, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ha az atya és a fiú közötti kapcsolatot tekintjük, a tökéletes szeretetnek a példája. És nem is tudjuk ezt eléggé elmondani. Mert Jézus is erről beszél a főpap imádságban, hogy mi hogyan szeretjük egymást, hogyan vagyunk egyek. És az emberi bűn, a bűn kérdésének a megoldása, kegyelem áradásának a lehetősége dől el ott a Gecsemáné kertben, miközben a fiú így könyörög. És az atya pedig azt mondja, hogy nincs más út, ki kell inni a keserű poharat. Ezért mondja Péter apostol, hogy nem ezüstön aranyon, nem valami fajta hiába valóságon váltattunk meg. Mi Jézus Krisztusnak a vérén váltattunk meg. Kedves gyülekezet, ami Istenünk végtelenül bölcs, szeretetteljes és kommunikáló Isten. És minden ilyen kockás gondolkodást kész összetörni. Emberileg fogalmazunk, kész megküzdeni az ember gondolkodás módjával, hogy felnyissa a szemünket Isten igazságára, annak minden megnyilvánulására és következményére, és megnyissa a szemünket a kegyelem csodálatos, mélységes voltára. Arra, hogy meglássam, hogy ebbe még én is beleférek, akárki vagyok, és nekem is megbocsát, és úgy bocsát meg, hogy soha többé elő nem veszi, és teljességgel magához fogad engem. Hogy miért lehettek itt a testvéreink, akik hálát adtak azért, mert az Úréi? Azért, mert valamikor az életükben, vagy gyülekezetben nőttek fel, vagy nem, az önmagukról, a bűnről, a helyes életről vallott, addig tökéletes megfelelőséged és kielégültséged biztosító vélekedést valaki összetörte, valaki beleszólt. Valaki azt mondta, hogy bűnös vagy. Valaki azt mondta, hogy ítélet vár az életedre. És azért voltak itt a testvéreink, mert ezek után jött a másik felismerés. És azt mondta, meg van bocsátva a bűnöd, ingyen kegyelemből. És mióta ez megtörtént a testvérek életével, vagy megtörténhetett velünk, mióta kitágult a világ, és számolunk mindig mindenben Istennel.
azóta lehet az életünk igazán a helyén való, igazán az utat ismerő, és a cél felé bátorsággal tartó. Isten áldja meg mindannyiunknak az életét. Azzal a fajta nyitottsággal és érdeklődéssel, és Istenre hagyatkozással, hogy tudhassuk, hogy mindig ő az atyánk, hogy rászámolunk, és hogy akarata szerint akarjuk élni az életünket. Amen. Az énekkel hallgatjuk meg. Kedves gyülekezet, hajtsuk meg fejünket és szívünket imádságra. Köszönjük meg Isten igazságának a megismerésében a lehetőségeinket, kegyelmének a megismerésében a lehetőségeinket, és kérjük mindazt, amire szívünk, lelkünk szerint szükségünk van. Csendes, közös imádság után majd mindannyiunk nevében hangos imádságra Kovács Győzőné és Szlepák Zsolt testvéreket kérem. Thank you.
Isten szeretettel a kedves gyülekezetet, vendégeinket, mindannyiunk életén legyen a mindenható Isten áldása, és lelkének vezetése alatt éljük az életünket, hűségben neki szolgálva. A hirdetések közül néhányat szeretnék megemlíteni. A hétközi alkalmaink előtt hirdetem, hogy elöljáró testvéreknek lesz most megbeszélés. Hamarosan az istentisztelet után a Veleszháznak a földszinti termében. Holnap, azaz hétfőn délután 4 órakor ima közösség lesz a kisteremben. Csütörtökön 3 órától szociális könyvvásár lesz a Veleszházban, és 6 órától biblia tanulmányozás, Ezékiás király életét tanulmányozzuk. Pénteken a korosztályos alkalmak a hagyományos időpontban lesznek. Jövő vasárnap délelőtt a hagyományos időpontokban leszünk együtt, és délután készülünk a baptista szimfonikusok evangelizációs rendezvényre a Pap László arénába. Ingyenes a részvétel ezen az alkalmon. Örömmel mondhatom, hogy 2 darab jegy van a 200 jegyből, amit már csak egy jegy van, ha még egy percet beszélek, annyi sem lesz. Tehát folyamatosan változik. Ha nagyon szükséges, még valahonnan tudunk szerezni jegyet a 200 jegyen kívül. Imádkozzunk ezért az alkalomért, hogy a Jóisten áldja meg ezt a szép istentiszteletet, szolgálatot. Váradiné Egri Anna testvérnünk a pécsi alkalmon, ahol ugyanezek a szolgálatok hangzottak el, már résztvevőként, szolgálóként ott volt, és ma arról értesültem, hogy nagyon szép és áldott alkalom volt. Reméljük, hogy a mostani is így lesz, és nem csak a mi testvérnünk, hanem Jobbágy Csongor is ott van a szimfonikusok között, a szolgálattevők között. A további alkalmaink, ahogy már délelőtt említettem, a központi énekarnak adventi hangverseny sorozata, illetve a karácsonyi ünnepkörről szeretnék szólni. A első nap délelőtt 10 órakor találkozunk, este 5 órakor gyermekek szolgálatával lesz karácsony esti istentisztelet. Karácsony másnap délelőttjén 10 órakor Kelédi Márton testvér prédikál, majd az istentisztelet második részében Szilágyi Ferenc testvérék 60. házassági évfordulójáról fogunk megemlékezni, és karácsony másnap este pedig Hegyi László testvér hirdeti az igét. Még szeretném felhívni a testvérek figyelmét a jótékonysági élelmiszeradományokra, amelyet az alaksori kis terembe fogadnak szeretettel a mi testvéreink. Szegény családoknak gyűjtünk élelmiszert, illetve pénzt. Pintácsiné Vaskó Zsuzsanna, Kovács Győzőné és Zolcsák Istvánné testvérek koordinálják ezt a programot. Az adományok átadásának a határideje csütörtök köz egy hétre az esti istentiszteletet követő időpont. Záró énekünket énekeljük, amely így kezdődik: az Úr irgalma végtelen. Énekünknek minden versét fennállva énekelje majd a gyülekezet. Énekszámot nem tudok mondani, mert összecsuktam az énekest, de mindjárt fogok tudni mondani. 270, köszönöm szépen a segítséget. Fennállva énekeljük tehát 270. énekünket. Thank you.
Maga pedig a békességnek Istene áldjon és szentelj meg bennünket mindenestől, hogy a mi egész valónk, mind testünk, mind lelkünk fedhetetlenül őriztessék meg az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére. Amen. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus, foglaljon helyet a gyülekezet. Egy hirdetést szeretnék még mondani. Ha a testvérek közül valakinek nem jutott egy jövő vasárnap délutánra, vagy ezután gondolta meg magát, kérem jelezze Palotai Krisztiánnénál, hogy ezek szerint próbáljunk szerezni még jegyeket. Az Úr áldja meg mindannyiunk életét.